két gólt szereztél a mérkőzésen, mind a kettő 11-esből. Hogy látod, mind a kettő jogos volt, mind a 11-es? Szerintem mindkét 11-es jogos volt, a másodikra azt mondták, hogy a hasát találtam el a srácnak, akiről kaptuk a 11-es, de hát megadta a bíró, úgyhogy ezt szám. Te vagy kirendelve elsőként, aki rúgja a 11-eseket? Ebben a bajnokságban ez hanyadik volt most így, vagy hanyadikak voltak? Azt hiszem a negyediket kaptuk talán. Azért ugye az ősszel még a Sziget-Szent Miklós magabiztosan vezette a bajnokságot, így most a legyőzésük azt gondolom, hogy egy bravúra részletekről. Hogy látod ezt? Hát igen, főleg a jelenlegi formánk alapján, mert nem játszottunk valami fényesen múlt héten sem, de hát mondta a tréner, hogy csak azt fog játszani jövő héten 10 000 néző előtt, aki ma jól teljesít, hogy muszáj gondolatom magunkat. Lehet, hogy Budafokon fogsz majd egyébként majd játszani, ott is lesz. Ugye most a jövő héten még ez még nem a budafoki mérkőzés, Dunaújvárosban lesz most 10 000 néző előtt, aha. De ez sincs kizárva, hogy a Magyar Kupa meccsen, hogyha így játszol, akkor szerepet kapsz, nem? Vagy az még azért az... Hát ez nem az én dolgom, igazából ezt a fölöttem lévő edzők döntik el igazándiból. Tomász Dóri az első számú játék. Ugye megszűnik a kettes csapat a bajnokság végén, ezt most már régóta lehet tudni. Mi lesz veled, mit lehet tudni? A menedzserim folyamatosan foglalkoznak velem, és próbálnak a nekem legideálisabb csapatot megtalálni. Való a legtöbb játék lehetőséghez juthatok, és a lehető legjobb országot.